Vasvirágot kedvelik a nyíregyházi olvasók. Ősszel járt a megyeszékhelyen, akkor legutóbbi regényéről beszélt. Most mesélt pályája indulásáról, szüleiről, Vas István Zoltán riporterről és édesanyjáról, aki az Ez a Divat című magazin újságírója volt. 17 évesen már saját rovatot indított Kisgeneráció címmel, és annak ellenére, hogy külkereskedelmi főiskolát végzett, született bölcsésznek vallja magát. A női szalon vendégeinek beszélt arról, hogyan hívja életre karaktereit. Kérdésünkre azt is elmondta, hogy milyen ma Magyarországon írónőnek lenni. Nem mindig egyszerű, mert hogy nagyon sokféle elvárás fogalmazódik meg a nőkkel kapcsolatban, ahogy egyébként a férfiakkal kapcsolatban is ugye minden összetettebb lett. Sokkal ezek a női férfi szerepeket most ugye együtt közösen újra fogalmazzuk. Én abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ami a saját karrieremet illeti, hogy egyrészt női újságoknál dolgoztam, ahol semmiféle hátrány nem jelentett ugye az ember nőisége, sőt, másrészt pedig tényleg én a médiában és a könyvszakmában nem éreztem hátrányát. Ebben nagy szerepe van a férjemnek is, nekem egy nagyon-nagyon támogató családi hátterem van. Vasvirág az Esten mesélt arról, hogyan tudja összeegyeztetni a családot az írással, és azt is elárulta, hogy hamarosan kezdi írni a 10. regényét, ami várhatóan 2021-ben jelenik majd meg. A női szalonba havonta egy alkalommal várják az érdeklődőket. A szervezők kávéházi beszélgetős hangulatot kívánnak teremteni a villában. Céljuk egy olyan társalgási fórum létrehozása, ahol a közérdekűségnek, a jó hangulatnak és közös gondolkodásnak szentelhetik idejüket a látogatók. Azt gondoltuk, hogy Nyíregyházán nyitottak lennének az emberek arra, hogy a kultúrát sokszínűen és sok szempontból megismerjék. Ugye nagyon azt lehet látni, hogy például nálunk a nyíregyházi könyvtárban is tömegek vannak egy-egy kulturális eseményen, és szerettünk volna nyitni a fiatalság iránt, és szerettük volna egy kicsit úgymond dobozba zárni a kultúrát, a művészetet, és olyan embereket meghívni, akik valóban letettek valamit az asztalra, és tényleg társadalmi véleményt formálók. A jövő héten a Zenebarátokat várják a Bencsvillába, a Mesterhangszerek bűvöletében című estre. A női szalon következő estjét februárban rendezik majd.